mi már egy nagyon új generáció vagyunk. Mi már tényleg nem tudunk a telefonunk nélkül létezni, és egy kicsit, ami nekem nagyon megtetszett ebben a mozgalomban, hogy e felé orientálja a politikát, a gazdaságot is, hogy lehet, hogy nyitottabbnak kéne lennünk az innovatív informatikai lehetőségek tárháza felé. Kedves Péter, hogy vagy? Jól vagyok elsősorban, nagyon jól vagyok, és nagyon örülök annak, hogy beszélgethetünk így személyesen, mert azért mégiscsak jobb, fontosabb politikai dolgokról szerintem személyesen vitatkozni, és ennek nagyon örülök, hogy a lehetőségét megadjuk, esetleg vitázni, sokszor egyetérteni, vagy esetleg rákontrázni valamire. Ami meglepett, és nagyon-nagyon megörültem annak, hogy szerintem nagyon sok fiatal, én legalábbis nagyon sok olyan embert ismerek, baráti körömből, az egyetemről is, akik esetleg valamilyen politikai, ne adj Isten, jogi, gazdasági változásban, még ha nem is szeretnének, de érdekeltek, és arra kíváncsiak, hogy hogy tudunk változtatni a jelen gazdasági, jogi, társadalmi helyzetén az országnak, természetesen pozitív irányba, mert hát senki nem akar visszafele haladni az időbe. Nagyon jó a felvezetés. Ugye azt érdemes megvizsgálni, hogy ugye most már idén, ugye már 2022-ben választások lesznek, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát választhatunk egy olyan irányt, amit már 12 éve kormányon van, de már 30 éves tapasztalattal rendelkezik. Abszolút. Vagy van egy másik összefogás irány, ami igazából működhetne is, és szerintem rajtam kívül is nagyon sokan szurkoltak annak, hogy működjön. Igen. De amit látunk az elmúlt pár hónapban, ez egy kicsit szétesés irányában mozdult el. És ott is mi történik? Ott is 8-12 évnyi tapasztalattal, de 8-12 évnyi elvesztegetett idővel rendelkeznek, sőt, hogyha még tovább megyünk, akár 30 évnyi elvesztegetett idővel rendelkeznek, amiben meg lehetett volna változtatni Magyarországot. Mi történt Magyarországon? Az oktatás beszűkült, a gazdaság beszűkült, és a lehetőségek beszűkültek. Tehát én azt gondolom, hogy a megoldás mozgalomnak az az alapvető törekvése, hogy ebből a szürkeségből és ebből a nehezített, kicsit mocsaras állapotból egy kimozdulást indítsunk el. Tehát nagyon jól összefogtad ezt a kérdést. Tehát akkor jól értem, hogy van egy olyan politikai, nem is leköszönővel itt, mert ugye ezt nem tudhatjuk pontosan, hogy most mik lesznek a változások 2022-ben, de a lehetőség megvan arra, hogy két olyan tábor között válasszunk, akiknek azért óriási politikai tapasztalata van. Tehát én egy ilyen téren egy picit meg is vagyok ijedve. Szerintem egy kicsit a mai magyar politikában az a direktíva létezik, hogy fiatalokat nem érdekli a politika. Esetleg hallhatunk még olyanokat, hogy nem kormánypártiak a fiatalok. Én legalábbis ezt hallom legtöbbször, különböző sajtóorgánumokból, de ez szerintem nagyon nem igaz. A magyar fiatalokat és a felnövekvő új választójoggal rendelkező generációkat nagyon is érdekel a politika, hisz nekik sem mindegy, hogy 20 év múlva, akár majd az első gyermeküket egy milyen országban nevelhetik fel. És mi már azért ezt is sokat hallhatjuk, ugye ha jól tudom, Gattyán úrnak is van gyermeke. Igen. Mi már egy nagyon új generáció vagyunk. Mi már tényleg nem tudunk a telefonunk nélkül létezni, és egy kicsit, ami nekem nagyon megtetszett ebben a mozgalomban, hogy e felé orientálja a politikát, a gazdaságot is, hogy lehet, hogy nyitottabbnak kéne lennünk az innovatív informatikai lehetőségek tárháza felé. Azt nagyon fontos szerintem leszögezni, hogy tehát azok az eszközök, amikkel a mai magyar politikai elit és tehát a politika bír, azok mennyire szolgálják a választópolgárokat? Mi azért is választottuk a mozgalmunknak a nevet, mint megoldás, mert itt már tőled lehetett hallani egy csomó olyan irányvonalat, ami megoldás lehetne egy-egy adott problémára. És ugye azért is örülök, hogy erről beszélgetünk, mert a mi célunk az, hogy egy ilyen platformot hozzunk létre, ahol az olyan
de nem csak fiatal emberek, mint tehetem, az olyan emberek, akik szeretnének ebben részt venni, akiknek van a fejükben egy megoldás, vagy van a fejükben egy olyan probléma, amire igenis látnak egy teljes átfogó képet, akkor ezt osszák meg velünk, és indítsuk el azt a folyamatot, ami egy új Magyarországot hozhat létre. Valahogy le kell váltani ezt a politikai irányt. Ugye nem kell leváltani senkit, szerintem ez is egy nagyon fontos gondolat, hiszen lejár a mandátum. Uh-huh. Tehát lejár a mandátum, és az egész más a mi fejünkben, emberek fejében az a gondolat, hogy igazából a kérdés az, hogy kinek adunk új lehetőséget. Adunk lehetőséget annak a csapatnak, aki 12 éve vagy még több éve olyan irányba vitte az országot, amilyen, és akkor ezt lehet minősíteni. Vagy egy másik csapatnak, aki 8-12 éve próbál változtatni rajta, de nem változtatott semmit. És van itt egy olyan felület, ugye ez lenne a megoldás mozgalom felülete, aki teljesen, tisztán, újonnan egy új irányvonalat szeretne meghatározni, és úgy építkezik, úgy fogja fölépíteni ugye az ő táborát, hogy azok fognak csatlakozni hozzánk, az a több millió ember, aki már csalódott mind a két irányban, és a fülke mögött, a függöny mögött a teljesen szabad mindenki. Ez így van. Tehát mi azt javasoljuk mindenkinek, hogy ott gondolja végig, hogy egy új lehetőséget akar, megújulni akar Magyarországban, vagy pedig a múltaknak akar lehetőséget adni. De akkor jól értem, hogy itt a megoldás mozgalomban most nem minden esetben Gattyán úr politikai ambícióiról van szó. Tehát szerintem nagyon sokan vannak ebbe az országban, hallottak már korábban Gattyán úrról, és azt mondják, hogy na jó, egy sikeres vállalkozóról beszélünk. Miért hiányzik most az neki, hogy ő még miniszterelnök legyen, vagy miniszter, vagy államtitkár, de hogyha megfordítom, és szerintem értelmezem azt, amit most Gattyán úr mond, akkor itt inkább a lehetőség van megadva egy fiatalabb generációnak, lehet az idősebb is. Tehát szerintem azzal nincs probléma, hogy nem az életkorral van a probléma, hanem arról, hogy mi még nem vagyunk kipróbálva. Adjunk új lehetőséget, egy új tudást, egy új elképzelést ennek az országnak, és valósítsák meg azok a fiatalok, akik ebben érdekeltek, vannak politikai ambícióik, vannak elképzeléseik, mert ez a legfontosabb szerintem. És Gattyán úr igazából ennek megadja a lehetőségét, hogy ez kialakuljon. Igen, de beszélhetünk is, hogy nem mindig csak az én nevem hangozzon el, hanem maga a mozgalom. Tehát a mozgalom, azért persze, nem egyedül így vagyok, van, hanem maga ez a megoldás mozgalom azért jött létre, hogy van több millió ember, aki igazából csalódott már minden olyan pártban, minden olyan csoportosulásban, ami 4-8-12 éves. Ők egyetlen egy dolgot szeretnének, változást. És végső elkeseredésükben akárkire szavaznak, csak változás legyen. A megoldás mozgalom pont ezért nem egyszemélyes. Annyiban igen, hogy én fölvállaltam, hogy ezt elindítsam, és pont azért, mert gazdaságilag én már elértem olyan eredményt, ami már nem sarkal engem arra, hogy még kétszer vagy tízszer ennyi pénzt hozzak össze, hanem a tudás és a tapasztalat, amit szereztem ugye az 50 évem alatt, az hogy tudom Magyarország hasznára visszafordítani, és hogy tudunk igazából egy olyan felületet létrehozni, ahol te is mondtad, hogy akár jó magad, vagy bárki más, ehhez a felülethez, platformhoz csatlakozva elindíthatja ezt a változást. Viszont a mai magyar politikai akarat, vagy ne is a mait nézzük, általában az elmúlt idők politikai akarata, az nem abba irányult, hogy a lehető legszerteágazóbb tudással rendelkező magyarságot hozzuk létre. Hiszen akkor nem az lenne, hogy kötelezően egy tankönyvből lehet tanítani, ugye mondjuk főleg az alsóbb oktatási rendszerben. Hát 2022-ben, amikor kinyílt a világ, hogy van az, hogy egy-két kötelező irányú tankönyvből lehet tanítani? Hát mi van akkor, hogyha egy csoportnyi diák másból szeretne tanulni? Tehát ez megint mit mutat, hogy limitáljuk Magyarország lehetőségét, ahelyett, hogy kinyitnánk, és ezt csak az oktatásból kivettem egy példát. De térjünk arra vissza, hogy mondtad, hogy látni fejlesztéseket Magyarországon. Miből van ez a fejlesztés szerinted? Miből van finanszírozva? Hát, hogyha honnan nagyon igazat szeretnék mondani, akkor ez külföldi tőke legtöbbször. Tehát vagy a mindenki által, vagy nagyon sokak által szídott Európai Uniós forrásokból van. Így van. Vagy nem tudom, hogy tudod-e, hogy ma van jelen pillanatban a legmagasabb ugye államadósságunk.
És az elmúlt pár hónapban is több milliárd euró és dollár hitelfelvétel lett. 10 millió ember sok is, meg kevés is. Ha Kínához viszonyítjuk, akkor nem sok. Tehát 10 millió embernek a gazdasági jólétét nagyon gyorsan, 4-8 éven belül meg lehetne teremteni. Ebben pedig nekünk van tapasztalatunk, és ezért az egyik jelmondatunk, hogy ahová nem kell politikus, ott ne legyen. Tehát például, ha a magyar pénzügyminisztériumot nézünk, ott politikai elgondolásnak kellene lenni, vagy egy nagyon profi gazdasági szerintem. Abszolút. Oktatáshoz politikai elgondolásnak kellene, hogy szűkítsük a tantárgyat, vagy az oktatáshoz értő szakemberre van szükség. És mehetnénk így tovább az egészségügynél, a környezetvédelem, a sport. Tehát miért van az, hogy politikai elképzelések alapján irányítunk mindent? Azért, mert mindig van egy, és idézőjelbe tenném ezt az elit szót, politikai elit, aki a saját malmára hajt minden egyes ágazatot, hogy az ő politikai elképzelését és az ő politikai pozícióját kiszolgálja. Amiről a megoldás mozgalom szólna, az egy szolgáltató állam. Mert ehhez értünk, tehát aki gazdasági szereplő, és nem, ne csak rólam beszéljünk, ő egyetlen egy dolgot tud, a vevőt ki kell szolgálni. Így van. És Magyarországon adót fizetnek az emberek. Mi ezt értjük megoldás mozgalmon, hogy megoldás, ami nem egyes csoportoknak vagy politikai erőknek jó, hanem megoldás, ami a magyar embereknek jó. Tehát erről szól a mozgalom. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, hogy a politikai státusszal bíró embereknek a körét minimalizálni. Mert az valóban szerintem egy nagyon egyszerű arányosság, hogy hogy jön, mondjuk én atletizáltam, hogy jönnék én ahhoz, hogy megmondjam, hogy a debreceni futballcsapatnak mi lenne jó, nem értek hozzá. Tehát, hogyha valaki politikus, akkor ő tényleg a politikai kérdésekkel kell, hogy foglalkozzon, és nem sporttal, kultúrával. Nyilván minden politikai kérdés, mondhatjuk ezt, de szerintem ez egy viszonylag nagy hazugság, mert az oktatás az nem kéne, hogy politikai kérdés. A művészet az kéne, hogy legyen? Nem. A világon nagyon sok helyen kik göngyölítik fel a korrupciót? Hát legtöbbször az újságírók. Ha a magyar oknyomozati újságírásnak lenne külön forrása, külön alapja az állam által létrehozott szervezettől, amelyik azt mondja, hogy ez a szervezet azért jön létre, hogy támogatja az oknyomozó újságírást, akkor ők függetlenek lennének, és nem lehetne őket ilyen-olyan múton, hirdetéseken bárhol keresztül, vagy bárhogy befolyásolni. Tehát nagyon egyszerűen a korrupciót föl lehet számolni. Mert azt gondolom, hogy lenne, gondolom, a ti egyetemeteken is olyan újságíró jelölt, aki azt mondja, hogy ha őre kap erre büdzsét, kap erre egy kis pénzügyi keretet, ó, hát ő vígan menne. Tehát a megoldás mozgalomnak ez is az egyik veszőparipája, hogy ne csak kiemelt, mert lehet hozni korrupció ellenes szervezetet, én értem. Aztán majd az is korrumpálódik. Hogyne. De a szervereket elég nehéz korrumpálni. És hogyha jól megbízott újságírók vannak, akkor őket is. Említett szerintem Mozgatján úr egy viszonylag fontos szót, ugye a kritikát. Talán az újságírásnál beszéltünk róla, hogy kritikusnak kell lennie. Nekem erről az igazság az jut eszembe, hogy az Egyesült Államokban talán a leghíresebb jogállami biztosíték, ugye az a fékek és ellensúlyok rendszere. Igen. Én, hogyha most meg lenne a lehetőségem arra, hogy valamilyen politikai formában esetleg a jog irányába elmenjek, akkor talán ez lenne az elsődleges alaptételem, amit lefektetnék, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét Magyarországon megerősíteni, feléleszteni, mert szerintem az is nagyon fontos. Tehát értem, hogy nem kell politikus mindenhova, ahol még nem szükség. De ez sem politikus kérdés, ez egy szakértői kérdés. Igen, de hogyha ezt a rendszert felállítjuk, hogy igen, korrupció, a vesztegetés, az összes olyan korrupciós bűncselekményt tudjuk figyelni a fékek és ellensúlyok rendszerével, tudjuk ezt kontrollálni, akkor már az válik láthatóvá, hogy az ország nem azokra a metódusokra fog összpontosítani, hogy legyen most valakinek jó, vagy nekem ki az ismerősöm és annak miért legyen jó, hanem tényleg azt tudjuk maximalizálni, hogy ennek a 10 millió embernek, közel 10 millió embernek, hogy lenne az élete évről évre jobb. Mert szerintem ez a politika és ennek a mozgalomnak is ez lenne a végső feladata, hogy ennek a vagy sok, vagy kevés embernek az életét hogy tudjuk könnyíteni.
Debrecenben azért azt sajnos látni kell, hogy nagyon sok tehetséges fiatal elmegy ugye Budapestre tanulni, az ország nyugati részére, ez teljesen normális, van egy fiatalság közötti vándorlás. Na most azért azt látni kell, hogy például, ha csak a jogi kart teszem példának, Debrecenében az már országos szinten is a top 3, top 4-ben minden évben ott van. Fontos azt megjegyeznem, hogy nagyon fontos, hogy csak az ország másik legnagyobb városa vagyunk, a fiatalokat valahogy itt kell tartani. Tehát ide kell egy nagyon jó szaktudás, és nem csak a jog, legyen egy műszaki orientáltságú egyetem, hál' Istennek a Debreceni Egyetem ezzel bír és rendelkezik. Épülni fog egy BMW-gyár. Tehát ide olyan szakemberek kellenek, akik itt tanultak, ismerik a környéket, ismerik a, szerintem a kultúrát, és ez nagyon fontos, és ne engedjük el szerintem a fiatalok kezét. Ez lenne a mozgalomban nekem talán alapvető, hogy ne engedjük meg azt, hogy elmenjen külföldre. Értessük meg vele, hogy a Debreceni Egyetemen, ha ezt a szaktudást megszerzi, akkor itt tud maradni az országban. És ez már ugye egy nagyon bonyolult folyamat, tudunk neki olyan fizetést adni, hogy maradj itt, és tevékenykedj ebben az országban, neveld fel itt gyermekeidet, és ne menj el. Persze, akinek el kell, az úgyis el fog, világos, 21. század, de nagyon-nagyon érdekes lenne ez, hogy, igen, hogy de, ezt megtörni. De ehhez az kell, hogy legyen egy olyan jövőkép, ugye, amit maga az állam, maga a kormány biztosít. Így van. Tehát akkor ugye megint csak oda jutunk, hogy ebben a szervezésben, ugye akkor te milyen szerepet szánsz magadnak, ugye, tehát ugye a megoldás mozgalmon belül, az ifjúság keretében te milyen szerepet látsz magadnak, hiszen nem véletlenül küldtél e-mailt. Mondhatnék, bármilyen feladatot elvállalnak, de most nem erre kíváncsi szerintem. De. Mondjunk konkrétumot, hogy én tudok segíteni. Összekapcsolnám a politikát a fiatalokkal, és megértetném velük azt, hogy nem minden esetben lehetőség, vagy nem minden esetben hogy is mondjam, adott az, hogy te nem szólhatsz bele a magyar politikai változások folyamatának alakulásába. Tehát fölkészítenéd a veled egykorúakat, vagy még a fiatalokat, az ifjúságot arra, hogy legyen véleménye, igen, és politizáljon. Akkor nem muszáj mindenkinek. Oké, legyen véleménye, igen, és alakítson a politikán. Így van. Tehát akkor a lényegi kérdés az, hogy a megoldás mozgalom ifjúsági tagozatának a debreceni részét vinnéd-e? Nagyon szívesen, hogyha erre van lehetőség. Azért ülünk itt és beszélgetünk, ugye most megint minden nagy képviselők nélkül a megoldás mozgalom elnökével beszélsz. Tehát azt gondolom, hogy ha mi erről beszélgetünk, akkor erre van lehetőség, és én akkor szeretnélek hivatalosan fölkérni arra, hogy a megoldás mozgalom ifjúsági tagozatának a debreceni részlegét akkor vezest. Nagyon szépen köszönöm, és elfogadom. Rázunk erre kezet. Köszönöm szépen. Csirmasz Péter, harmadéves joghallgató Debrecenből gratulálok, hogy a debreceni ifjúság tagozat elnökeként debütálhatsz a megoldás mozgalom pártjában. Nagyon szépen köszönöm. Igyekszem.